A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Nos, ebben az esztendőben is sor kerül folyamatosan azokra az agrárnapokra, amelyek az állattenyésztést, a növénytermesztést, illetve agrárgépsó tekintetében a gépeket is bemutatják a gazdáknak. Ez így megy folyamatosan, és erről fogunk beszélgetni vendégem, Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért és mezőgazdaságért felelős alelnöke, illetve stílszerűen, hiszen a Mezőfalván volt a Szántóföldi Napok, a legjelesebb rendezvényünk, az Agrárgépshow, a Mezőfalvai Mezőföld ZRT elnök vezérigazgatója. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét minden kedves nézőnek. Kezdjük az elején, hiszen ahogy mondtuk, a gazdákat rendkívüli módon foglalkoztatja és élteti azok a különböző rendezvények, amelynek mentén megismerhetik az új technológiákat, és hát nyilvánvaló, hogy a fejlődés szándékával látogatják ezeket. Ebből most volt bőségesen, és hála Istennek így a koronavírus járvány után van mire visszaemlékeznünk. Kezdjük az elején. Hát legelőször is mindenképpen meg kell neveznünk a Hódmezővásárhelyi állattenyésztési napokat, amelyek már 29. alkalommal nyitnak meg a széles közönség előtt, és hát ennek az a legnagyobb jelentősége, hogy ez a Magyar Állattenyésztők Szövetségének és a Hódmezőgazdának a kiállítása. A Hódmezőgazda vállalta föl helyileg, és hát anyagi vonatkozásban is számtalanszor a kiállítást, és hát nyilvánvaló a Magyar Állattenyésztő Szövetség az, aki társ rendezőként rendszeresen részt vesz rajta. Ma már azt kell mondanom, hogy Közép-Európa egyik legnagyobb állattenyésztési kiállítása, amely a szolgáltatókon kívül bővült mezőgazdasági takarmánybetakarító gépsorok bemutatásával is. Csak pár számadat arról, hogy 267 gazda és kiállító volt, akik különféle állatokat bemutatott. Több mint 730 állat volt a rendezvényen. Most nyilvánvaló az apróbb állatok létszáma ez ide nem tartozik, tehát a baromfiak és nyúl, mert hát akkor nyilvánvaló ez ezret ütné bőven. Tehát itt ez mind nagyobb állat, juh, kecske, ló, tehén, ugye többféle vonatkozásban, tejelő tehén, húsmarhák, és a világ adott tenyésztésének legnevesebb bírói azok, akik nemzetközi szinten is elismertek, bírálják ezeket az állatokat. Tehát ez az úgynevezett showbírálat teljesen nyilvános, mindenki láthatja, és emiatt azt kell mondanom, hogy részrehajlás nélküli, hiszen ezek a nemzetközi szinten meglevő bírók hát nem is ismerik ilyen értelemben azt a tenyésztőt, akinek az állata ott van, és nem részrehajlók, hiszen az állatnak a paraméterei, tulajdonságai az, amit bírálnak. Ez az egyik dolog, de amit ők mondanak, az nagyon fontos a tekintetben, hogy megjegyezték, hogy akár limuzinba, akár saroléba, de más állatfajták, fajok vonatkozásába is, tekintetébe is. Úgy fogalmaztak, hogy bármely európai nagy kiállításon eredményesen vehetnének ezek az állatok részt. Nyilván, hogy itt a különféle szervezeteknek ez feladata is, hogy lehetővé tegyék a tenyésztőknek, hogy ide kijussanak, és valóban nemzetközi díjakat is zsebelhessen be a magyar állattenyésztés, hiszen ma Magyarországon például a juhtenyésztés vonatkozásában el kell mondani, hogy a magyar juhtenyésztőt, a Holló Mátyást
például francia kiállításra hívták bírálónak, és ez egy nagyon nagy dolog, mert olyan szép állományai vannak, és olyan tárgyi és szakmai tudása. A másik pedig, hogy felmerült már annak a lehetősége is, hogy a német húsmerinó olyan nagyon jó állománnyal, tenyész állománnyal rendelkezik Magyarországon, hogy akár Németországgal közös törzskönyvezést kell végezni, hiszen olyan színvonalú ez a munka. Nem akarom én itt most minden állat fajtát részletezni, hiszen akkor nem csak a műsor idő lenne kevés, hanem nyilvánvaló magam, aki állattenyésztőnek vallom magam nagy-nagy gyönyörűséggel és a jövőbe tekintéssel van ezeken a kiállításokon, az ott levő három napon, és egyértelmű, hogy a magyar állattenyésztés fejlődik, fejlődni fog, és bízunk benne, hogy azok a szélsőséges törekvések, amik a környezetvédők, zárjuk be a vágóhidakat és egyéb kezdeményezések vannak, ezek majd alább hagynak, hiszen fel kell venni a küzdelmet velük szembe, és mindenképpen ugye azt az Európai Uniós elvet, hogy a növénytermesztés haszonáldozata jelenjék meg a állattenyésztésbe, mivel Magyarországon ketté vált a növénytermesztés és állattenyésztés, tehát mind többen külön vannak növénytermesztők, ezért az állattenyésztés kondícióit, jövedelmi viszonyait tovább kell javítani, sőt, mi több, lényegesen javítani kell a tekintetbe, hogy az állattenyésztésünknek ne csak múltja, ne csak jelene, hanem fényes jövője legyen. Nyilván az állattenyésztők is egy rendkívül nehéz időszakot éltek meg az elmúlt időszakban, de azért a fenntartható fejlődés záloga mindenképpen az ilyen találkozók, hiszen itt azért fény derül azokra a problémákra, amelyekre megoldást is kínál a kamara, illetve a szaktárca. Melyek a legfontosabbak azon felül, amit itt már elmondott nekünk? Hát nyilvánvaló a legfontosabb feladat az, hogy a nemzeti támogatást, ezt a igen-igen sok pénzt, ami rendelkezésre áll, ezt kellé hatékonysággal is jó kell elkölteni annak érdekében, hogy Európa mezőgazdaságának élvonalába tartozzunk. Ez a legfontosabb kérdés. A másik pedig nagyon komolyan kell venni azokat a szélsőséges törekvéseket, amiket előbb említettem. Jelenleg ugye eljutottunk majd, hogy nem odáig, hogy a legelőt védjük az állattól, pedig mindenütt teljesen egyértelmű, hogy legelő, állat, trágya, rovar, világ, madárvilág, tehát ez egy olyan biodiverzitás, amit fenn kell tartani, és meg kell őrizni, és nem lehet kiragadni belőle dolgokat. Ugyanúgy a növényeket megvédjük a növényvédő szerektől, de nem a rovaroktól, gombáktól és egyebektől, de az állattenyésztésben is ugye a teljesen fűnyíró erv szerint működő gyógyszercsökkentés az irreális, hiszen erre szoktam azt mondani, hogy körülbelül ez egy olyan dolog, hogy azt mondanák a magyar kórházaknak, hogy ezt követően 50%-kal csökkentsék a gyógyszer felhasználást. Hát, szóval ma már, és ezt a város emberekkel is meg kell értetni, nem pazarékol a gazda sem növényvédőszerből, sem gyógyszerből. Ezek rendkívül drága kemikáliák, és arra nincs pénze, hogy elszórja fölöslegesen, nyilvánvaló. Tehát a szükséges mennyiséget viszont hát a növénybetegségek és állatbetegségek ellen kell fordítani, és amit már itt többször is említettem, nem szabad eltűrnünk azt az ellentmondást, hogy igen, nekünk tilos, kivonjuk a szerek és a hatóanyagok nagy részét, de bőven hozzuk a import nagyon finom nátszukrot, ahol csak 26 olyan növényvédőszer hatóanyagot, nem növényvédőszert, hanem hatóanyagot használnak, ami Európában évek óta be van tiltva. No, menjünk tovább, hiszen ahogy mondtuk, bőségesen volt olyan rendezvény, ami előre visz.
Igen, hát itt meg kell említeni a Baromfi Világnapot. A Baromfi Világnap ötlete 2012-ben a Baromfi Terméktanácstól származik, és javaslatot tett a nagy baromfi világszervezeteknek, többek közt az európai feldolgozók és kereskedők baromfi, tehát európai baromfi kereskedők és feldolgozók szervezetének, a tudományos világ baromfi szervezetének, és hát a Nemzetközi Baromfi Szövetségnek, hogy legyen egy ilyen világnap. Hiszen azért a Tudományos Baromfi Szövetség, Világszövetségnek a megalakulása az 12-ben volt 100 éves. Tehát egy nagyon komoly szervezet, nagyon sok taggal, tehát az országok nagy része, tehát több mint 70 ország tagja a nagy baromfi termelők közül, és több mint 7000 tagja van neki. És ezek mind melléálltak a kezdeményezésnek, és hát először ez Budapesten lett megrendezve, és azóta hát a Covid kivételével minden évben. Itt a nemzetközi tudomány jeles képviselőitől kezdve a hazai képviselőkig egy nagy tudományos konferencia keretén belül történik ennek a megünneplése, és bizony nagyon fontos anyagok kiadására, és ehhez csoportosítva a baromfi tenyésztés értékeinek megőrzésére és továbbfejlesztésére kerül sor. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az idén 80 éves Horn Péter professzor úr, akadémikus az, aki rendszeresen vállalja és vállalta ennek a levezetését. Tehát nyilvánvaló egy ilyen szimpóziumnak a súlyát csak növeli az, hogy a levezető elnök a magyar állattenyésztés, tudományos élet, és ezen belül az állattenyésztés igen jeles képviselője, és a baromfi tudományos ismereteknek hát, nagy tudója e tekintetben. Tehát nem beszélve arról, hogy ma már a világon a baromfi húsból fogyasztjuk a legtöbbet, Magyarországon is, és hát a magyar tenyésztés és termelés pedig a világ élvonalában van, és hát több mint 700 ezer tonna az a mennyiség, amit baromfi élősúlyba levágunk, ez 550 ezer tonna körüli, ami gyakorlatilag színhúsként, akár egy része exportra, más része pedig ugye a magyar fogyasztók asztalára kerül. Egy lényeges, hogy a magyar baromfi védjegy a sikeres. Sikeres, a magyar baromfit keresik, a hazai pultokba is, és a magyar baromfi keresett a nemzetközi piacokon is. Hasonlatos ez a juhoz, most nem eltérni akarok, ahol a magyar bárány több euróval, tehát legdrágább a magyar bárány, pont azért, mert olyan körülmények között és olyan módon neveljük, hizlaljuk őket, hogy Európa hajlandó, nem csak a magyar bárányi, hanem időnként az európai piacon a baromfi és többet adni, és ezért tudom azt mondani, hogy igenis, keressük a pultokon a nyomon követhető magyar baromfit, hiszen annak a nyomon követhetőségi eljárások után kiváló beltartalom mellett hát egészséges. Most a madárinfluenzáról, illetve a tojás termelők problémáiról nem beszélünk, hiszen megérkeztünk, hazajöttünk, ha úgy tetszik. Hát esztendők óta a Szántóföldi Napok Agrár Gép Show a legnagyobb magyar ilyen rendezvény, és a kamara büszke lehet erre, mert esztendőről esztendőre nő az érdeklődés, és most már hagyományosan rendkívül magas színvonalú ez a kiállítás. Az idei tematika az innováció volt, ezáltal a programok középpontjában. Miért gondolkodtak így? Ez is a jövő záloga, mondom én. Az innováció mindig is a jövő záloga volt, de ha már a múltról beszélünk, akkor én ott a megnyitó beszédemben is elmondtam, hogy a cselekvés nélküli tudás az egy álom. És tudjuk jó, hogy sok álmodozóval találkozunk életünk során.
viszont a tudás nélküli cselekvés az rémálom. Tehát itt volt egy gondolat 6 évvel ezelőtt a kamara részéről, ugye a német feltág mintájára egy ilyen nyílt szántóföldi napoknak nyílt szinten való megrendezése, és nem csak álom maradt. Tehát cselekvés követte, alkotó cselekvés követte, és hát ebből vannak az eredmények. Azt hiszem, közösen emlékezhetünk arra, amikor 16-ba volt a nulladik, amely meglepően sok embert vonzott. A rendőri segítséget kellett kérni, nem is gondoltunk volna rá, ott hát a autóknak a irányítása tekintetébe. Pedig nem volt széles körben meghirdetve. És ez a nulladik esemény mutatta meg, hogy ezt csinálni kell. És hát akkor költöztünk a betőmagüzem mellől jóval hátrébb, ugye a másik területre, amelyik hát több mint 40 hektáron ma is színteret biztosít a gépbemutatóknak, a gyakorlati bemutatóknak, a fajtáknak. Tehát azzal több ez, mint a német felták, hogy itt akár bele is ülhet az ember, ha a jósultsága van hozzá különféle gépkapcsolatba. És azért gondoljunk bele, hogy az innováció jegyébe, hogy ne térjek el a kérdéstől, hát idén már 29 gépkapcsolatot mutattak be gyakorlatba. Tehát maga Balogh Tamás, aki speakerként végigcsinálta az ott dolgot, és hát tudjuk jó, hogy a Kossuth Rádiónak az egyik műsorvezetője, hát bizony este úgy tette le a mikrofont, hogy igencsak belefáradt, hiszen ez több órán keresztül aktív tevékenységet jelez. De a gazda látja a két szemével, hogy hogyan működnek ez a gépek. Nem csak beszélnek róla, nem csak meghallgatja azt az eladót, aki persze ismerője a gépnek, hanem ő látja, hogy mit tesz az az eke, mit tesz az a vetőgép, hogyan szórja a égtrágyát az, amelyiknek ez a feladata, növényvédelem, és ez különféle szálas betakarítók, nem akarom végig sorolni azokat a gépeket, amik ott vannak, hiszen a gépkiállítók is több mint 60 gépkiállító volt, tehát a magyar gépkiállításoknak, tóknak és forgalmazóknak a színe java ott volt, illetve a legtöbbje, tehát nem csak a színe java, majd mindenki, hiszen itt valóban akkora tömegeket vonz ez a kiállítás, hogy érdemes kint lenni. Elmondhatják, hogy utána üzletkötések sora van. De hát ugyanez vonatkozik a fajta bemutatókra. A mikroparcelláktól kezdve a mezőparcellákig, és hát óhatatlan, hogy ilyenkor mezőfalvai ZRT is bemutatkozik, hiszen a mellette levő nem kísérleti repcetáblánkat mindenki látja, az út mentéről betekint a táblákba, és látja, hogy milyen az a tevékenység, amit mit folytatunk. És ha azt mondom, amikor megkérdezik, hogy hiszen elég sok pénzt költöttünk arra, hogy aszfaltozott út teljesen szilárd, megfelelő minőségű parkoló álljon rendelkezésére, az embereknek miért költünk rá? Ebből mi is tanulunk. A marketing értéken túl igenis látjuk ezeket a új, innovatív fajtákat. Hát egész évben növekedni. Tehát mi minden fázisának az ismerői vagyunk. És hát hosszú távon valahol azt szeretnénk, és azt gondoljuk, és erre igény is van, hogy különféle mezőgazdasági szállítók. Az év folyamán, ugye mivel minden infrastruktúra rendelkezés áll, elektromos áram, víz, parkoló, később reményeink szerint már terem is, ott az egész év során különféle bemutatókat tudnak tartani. Emberek is megismerik, és egy ilyen szabadtéri kiállító helyé tud ez válni a NAK szántóföldi napokon kívül. És hát ha azt mondom, hogy most ez a
Ötödik alkalom volt a szántóföldi napokban, mondom a nulladikat nem, számolva a negyedik alkalommal adott helyt a mezőfalvai ZRT. Én azt hiszem, hogy a Covid egy kicsit megtorpantotta, ha nem lett volna, akkor ma már Közép-Európa egyik legnagyobb kiállításáról beszélhetnénk, de hát ez a cél nem múlt el, nem veszett el, és szépen a fejlődés folyamán ez ki fog alakulni, és bizony ezek az innovatív módok, amik ott megtapasztalhatók a jelen állapotban is, szükségesek ahhoz, hogy a beszélgetés előbbi részébe elhangzott nemzeti támogatási összegeket és a vidékfejlesztési program pénzeit a lehető leghasznosabban tudják a gazdák elkölteni, mert ha ezt a történelmi lehetőséget, ami most a mezőgazdaságban megmutatkozik, elveszejtenénk, amit nem hiszek, hiszen a gazdák nagyon tudatosan cselekszenek, akkor hát nem csak a kormányzat mondaná és fejezné ki a rossz hallását, de bizony a utódaink azt mondanák, hogy nem éltünk egy történelmi lehetőséggel. Ez nem fog bekövetkezni, ebbe lehet fordulni a agrárgazdasági kamarától kezdve, szakmaközi szervezetekig mindenkinek, hogy a gazdák a legjobb megoldást tudják kiválasztani a pályázatok kialakítása, megvalósítása során. Egy ilyen találkozó megerősítést jelent önnek nyilván, mint gazdának, de megerősítést jelent a kamarának, a magosznak és a szaktárcának egyaránt, mondom én, hiszen nem csak a bemutató nagyívű története a fontos itt, hanem az is, hogy egyre több gazda kíváncsi rá. Tehát még egyszer, az a megerősítés, ez sokat jelent a jövőnek? Nagyon sokat jelent a jövőnek, hiszen pontosan tudjuk, hogy az agrárgazdasági kamarának a presztise mi volt az első választások során, és itt nem eltérni akarok a gondolattól, de hát akkor pár ezren mentek el szavazni. És hát tudjuk, hogy kamari választások voltak az elmúlt időszakban, tehát május 20-án, és a jelenlegi választásokon dupla annyian mentek el, mint az előzően. 1000 fő hiány, 80 000 ember az, aki szavazott az agrárgazdasági kamarára. És ez nagyon fontos dolog. Ez az egyik legfontosabb megerősítés, amellett, hogy a kamara által rendezett szántóföldi napoknak a látogatottsága is ugye kiváló. De bizony Európa vonatkozásába pár százalék szokott elmenni. Tehát ez a 80 000-es választói szám, ez köszönet érte mindenkinek, aki eljött és voksolt amellett a kamara mellett, amely hát igyekszik a legjobban a gazdák érdekeit képviselni. Ezzel egyáltalán nem mondom azt, és nem is mondhatom, hogy elértünk a csúcsokra. Még nagyon sok teendőnk van, de minden valószínűség szerint a visszajelzések ezt mutatják, hogy ha rögös is az út, és nem is könnyű ez a bizonyos utazás kamarával együtt, de egy célhoz vezet, és a gazdák érdekeit szolgálja mindenképpen, és ez a legfontosabb. És ha megnézzük ezt a számot, hogy mit lent a 80 000, 120-130 000 körül szokott lenni az egységes kérelmet beadók összáma, nem amit a kamara. Na most legyünk tárgyalagosak, hogy az egységes kérelmet beadóknak van földterülete, tehát ők valóban gazdák, de még ezen belül is van, aki ugye művelteti, meg bérel különféle szolgáltatásokat, kevesebbet, többet. Tehát ha ehhez a számhoz viszonyítjuk ezt a 80 000-et, akkor majd minden valóságosan ebből élő gazda ott volt a szavazáson, és ez így jelenti az értéket. Mert azt is tudjuk, hogy jó pár olyan őstermelő is van, aki ebből él, de olyan is,
aki hát gondol egyet, mert különféle kedvezmények vannak hozzá, és hát a kertre is ki tudja az őstermelői igazolványát venni, és a 2000 forint nem egy akkora összeg, hogy ezt ne lehessen megvalósítani, regisztrálni tud, és hát él a kedvezményekkel, de különösebben a kamara más jellegű kedvezményei és a gazdákat szolgáló szolgáltatásai hát kevésbé érdeklik, de nem kívánjuk ezt a részt sem megszüntetni, hiszen nekünk azokra a támogatókra is úgymond szükség van, aki látja, hogy a vidéki élet nem csak abból áll, hogy tönkretesszük a természetet, vagy éppen hát antibiotikummal tömjük az állatot idézőjelbe, ami ugye évek óta nem történik meg, és egy kicsit szélesebb körbe tudnak beintegrálódni a vidéki életbe, hiszen a élelmiszer biztonság, sokat beszéltünk róla, nagyon fontos, de most szerintem társadalmi hierarchiába is a helyére kerül a gazda, igen, még jobban helyére kerül, hiszen az élelmiszer fontossága pont a háborús helyzet miatt is valóban stratégiai kérdés. És nálunk Magyarországon élelmiszer biztonságról kell beszélnünk, nem pedig ellátási biztonságról. És ez nagyon-nagyon lényeges, és ebbe a gazdának és a gazda támogatásának emiatt elsődleges szerepe van. Igen, hát eljutottunk oda, hála Istennek, hogy a paraszt Magyarországon már nem lehet szitokszó. Lászlós Tibornak köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy lesz még bőségesen alkalmunk arra, hogy beszélgessünk, annál is inkább, hiszen a következő adásunkban bemutatjuk azt az összeállítást, amelyet a mezőfalvai szántóföldi napokon, Agrárgép Show-kon készítettünk. Önnek köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, önöknek pedig minden jót kívánok, tehát találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.